tavaszi zsibongás kulturális honvédelmi rendezvényt tartottak a Nyíregyházi Egyetemen. Segítik a szenvedélybetegeket, szakmai fórumot tartottak a mély szegénységben élő csoportokkal foglalkozó szakemberek számára. Az év kerékpár útja lehet, az 50 kilométeres Beregi kör lehet a közönség kedvence az Aktív Magyarországért program versenyében. Az ország védelme érdekében fontos, hogy minél több tartalékos legyen. Többek között erről is beszélt Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter a Nyíregyházi Egyetemen. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A tavaszi zsibongás névre keresztelt rendezvényen toborzóiroda, huszár, hagyományőrzők és kulturális programok is várták a közönséget. A tartalékos haderő fejlesztésének fontosságára hívta fel a figyelmet Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter a Nyíregyházi Egyetemen. A politikus elmondta, az építkezési munka célja, hogy területvédelmi alapokra helyezzék a tartalékos rendszer működését. Van egy hivatásos haderünk, amely támaszpont szerűen van jelen az ország bizonyos pontjain, amelyet hivatásos, professzionális, magasan képzett, missziókban tapasztalatot szerzett, nyelveket beszélő katonatisztek, altisztek és legénység képez, akik a haderőfejlesztésünk keretében kapják a legmodernebb, legjobb nyugati NATO-kompatibilis fegyverrendszereket. És ők ilyen formán képezik a haderőnk gerincét. Ők azok, akik tipikusan missziókban is jelen vannak, és ők a véderőnk gerince. Emellett, ezzel párhuzamosan azonban fölépítünk egy területvédelmi tartalékos rendszert, hálózatot, amely nem támaszpontszerűen, hanem az egész országot lefedő módon kapillárisszerűen megjelenik az országban. Most már 7 területvédelmi ezredünk van, az első valóban Nyíregyházán a Battai területvédelmi ezred volt. A tavaszi zsibongás névre keresztelt kulturális rendezvényt a Vattai Antal II. Területvédelmi ezred, honvédelmi oktatási és kulturális központja a Magyar Huszár Alapítvánnyal közösen szervezte. Az esemény egyik célja a honvédség megjelenítése, társadalmi szerepének megerősítése volt. Hívtuk a katonaiskolásokat, a kadétokat és a honvédsúlyosokat. Hívtuk a katonákat magukat nyilvánvalóan, de hívtuk a közigazgatásban dolgozókat, tehát a járási hivatalokat, azoknak a dolgozóit, hogyha esetleg ott helyszínen, akár Fehérgyarmaton, akár Kemecsén, akár bárhol felmerül egy ilyen kérdés, akkor legyen egy valami fajta képük, hogy tulajdonképpen hol lehet tartalékos katonának jelentkezni, vagy hol lehet honvédsúlyosnak jelentkezni. Hívtuk a nyugdíjasokat, hívtuk úgy mondjuk, hogy a társfegyveres erőket, tehát a rendőrséget, a tűzoltóságot, a pénzügyőröket, hogy ők is képbe legyenek ebben, és hívtuk mindenkit, akinek kedve van, ideje van és érdekli, hogy milyen is egy igazi profi 45 fős férfikor, amelyik aztán mindent játszik a könnyű zenét, a komoly zenét, tehát szerintem egy nagyon szép élmény lesz a mai est, és utána pedig, hogy egy kicsit ha csak a széken ülve is mozogjunk, fellép a Szabolcs Tánc Együttes is, akik egy fergeteges tánc bemutatóval fogják lezárni ezt a mai estünket. A rendezvényen a toborzóiroda és a kisvárdai huszár hagyományőrzők is részt vettek kiállítóként. Az eseményen a geszterédi aranyszabja rekonstrukcióját is bemutatták a közönségnek. Újabb csalási kísérletben igyekeznek csalók hitelesnek tűnni azzal, hogy a Magyar Nemzeti Bank nevét és logóját használják. Egy most terjedő e-mailes csalásban bűnözők magánszemélyeket próbálnak meg rábírni arra, hogy egy MNB által támogatott víruskezelő programot töltsenek le. A jegybank nem készít és támogat víruskezelő programot, illetve annak használatát sem lakossági, sem vállalati ügyfelek számára. Az így módon megkeresett vagy megkárosított állampolgároknak célszerű a rendőrséghez fordulni, áll az MNB közleményében. Szakmai fórumon egyeztették véleményüket, ötleteiket szenvedélybetegségekkel foglalkozó szakemberek Nyíregyházán. Az esemény célja a hátrányos helyzetű személyeket képviselők szakmai támogatása, a probléma a kezelési eszköztáruk bővítése. A Nyíregyházi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum alapcélja szerint hozzájárul az önkormányzati döntések szakmai megalapozásához.
Segíteni úgy kell, hogy a másik számára is fogadható legyen. Szenvedélybetegségekkel foglalkozó szakemberek egyeztették munkájukat Nyíregyházán a Váci Mihály Kulturális Központban. Kiemelt célja a rendezvénynek, hogy a különböző területek partnerségben egymást támogatva működjenek. Szerencsére nagyon színes a paletta, ahol megjelennek a segítők. Iskolától kezdve egyházi szervezetig, civil szervezetek, kórházak, vagy a kórház, a egészségügyi szakellátórendszer különböző pontjai, mindenkinek máshol van feladata, mindenkinek máshol van lehetősége, és mindenki máshol tud segíteni ezeknek az embereknek. Nagyon hosszú út az, amikor valaki felépül egy függőségből, és nagyon sok segítő kézre, segítő kapcsolatra van szüksége. És pont az a jó ebben a közös munkában, hogy ez a kapcsolati háló, ami segíthet a felépülő embernek, az ennek a fórumnak az irányításával vagy segítségével is kialakítható. Rusinné Fedor Anita beszédében rávilágított, az egészségben várható életévek száma közel 4 évvel emelkedett. A társadalmi különbségek azonban jelentősek. A legalacsonyabb iskolázottságú nők 11, a férfiak 12 éve rövidebb korlátozástól mentes életre számíthatnak, mint a diplomával rendelkezők. Erdélyi Ágnes elmondta, nagyon sok alkalmi szerhasználó van. A függőség az nem biztos, hogy akkora nagy arányú, mint ahogy általában az átlag ember gondolná, hiszen a függőség az már egy rendszeres szerhasználat, aminek megvannak a maga pszichológiai és egészségügyi kockázatai, károsodás, illetve a kapcsolatrendszerbe, de nagyon sok kíváncsi, kipróbáló, nagyon sok alkalmi szerhasználó van, akik nem feltétlenül kalkulálják be a kipróbálás során annak a kockázatát, hogy mi történik esetleg, hogyha többször visszatér erre a dologra. Mindenképpen fontosnak tartja ez a fórum, hogy információt adjunk át a fiataloknak, és hogy segítsük őket abban, hogy erősödjenek. Egy csomó olyan fajta jó megoldási dolgok van az életük terén, ami igazából nem is fogja szükségessé tenni azt, hogy valamilyen tudatmódosítószerrel éljenek. A fórumon 2 előadást tartottak, ami szakmai rálátást adott a segítő szakmában dolgozóknak. Annak érdekében, hogy a közös munka még hatékonyabb legyen, lehetőség volt a közös beszélgetésre, ötletelésre, vélemények egyeztetésére is. Szerdáig lehet szavazni az Aktív Magyarországért program évkerékpárútja versenyének jelöltjeire. Ezek között ott van a mintegy 50 km hosszúságú Beregi kör is, amely érinti többek között Gergely-Ugornya, Tákos vagy Csaroda látványosságait. A pályázat célja, hogy minél több vonzó bringás helyszín váljon híressé, és hogy minél többen fedezzék fel kerékpározás közben hazánk tájait. Szavazni az Aktív Magyarországért program közösségi oldalán lehetséges. Innen a Gergely-Ugornyai üdülő övezettől indul, és itt zárul a Beregi kör. A Felső-Tisza vidékének 50 kilométeres bringás útvonala a térség természeti kincsein és történelmi helyszínein vezeti végig az aktív sportolás kedvelőit. A számos települést magában foglaló, mintegy 50 kilométer hosszúságú kör közönség szavazás alapján akár az évkerékpáros útvonala is lehet az Aktív Magyarországért programjában. A meghirdetésen kötelező volt annak a kiírásnak megfelelni, hogy minden kerékpárútnak ki kellett egy 50 kilométeres szakaszt jelölni, ami lehetőség szerint a legszebb, a legjobb, a legérdekesebb, és Szabolcs-Szatmár Bereg megyében a Felső-Tisza vidéke kerékpárúton a Beregi kör került megjelölésre ezen az 50 kilométeres távon. Nagyon szép településeket érint ez az 50 kilométer, indulva Gergely-Ugornyáról, tovább haladva az Árapaszton, Tákosra, Csarodára, Hetefehércsére, Márokpapiba, Tarpára, majd Tivadar, Gulács, Jánd és vissza Gergely-Ugornyára. Itt ér véget ez az 50 kilométer. Vásárosnamény környékén nagy hagyománya van a vadászati, vízi és kerékpáros turizmusnak. A város számára pedig komoly presztízst jelent a verseny. Nagyon sok olyan lehetőség van a térségben, ami a turizmust erősíti. Gondolok itt a vadászati turizmusra, a horgászati turizmusra, a kerékpáros és a vízi turizmusra, és ne menjünk el semmiképpen sem a középkori templomok útja mellett, hiszen ez egy olyan múltbéli örökség, amely a Szatmárt és a Bereget egyaránt érinti.
Nagyon fontos számunkra, hogy a turisták ne csak kétszer járnak hozzánk, először és utoljára, hiszen meg kell becsülnünk őket, mert a legjobb turista a visszatérő turista, aki magával hozza a családját, a gyermekeit, és együtt járják be ezt a vidéket. Nagyon fontos az, hogy amikor a vándortáborok elindultak, akkor észrevettük azt, hogy 10-15 percen belül az összes táborhely és táborozási lehetőség megtelik, és nincs további mód a feliratkozásra. Épp ezért ragadtuk meg ezt a lehetőséget is, amely kapcsán egy olyan programot és egy olyan kört illesztettünk be az országos programba, ahol úgy emlékszem, hogy 11 kört láthatunk, és ebből szeretnénk mi majd az élen végezni. Szavazni szerdáig lehet az Aktív Magyarországért közösségi felületén. A 11 jelölt közül a Beregi kör már több mint 1000 kedvelést gyűjtött be, ezzel jelen pillanatban első helyen áll a versenyben. Két személyautó ütközött hétfőn délelőtt a nyíregyházi Kemecsei úton, egy egyenesen haladó kishaszon gépjármű sebességét nem megfelelően mérte fel egy kanyarodni készülő gépkocsi, így megtörtént a baleset. Az ütközést követően az autókat csak műszaki mentéssel lehetett eltávolítani a helyszínről. Személyi sérülés nem történt, viszont az anyagi kár jelentős. Közel 80 alkotást állítottak ki a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium diákjainak műveiből. A legjobbaknak ítélt művek alkotóit a hagyományoknak megfelelően Universitas gyűrűvel jutalmazta a zsűri. A kiállítást május 12-ig tekinthetik meg az érdeklődők a Váci Mihály Kulturális Központ emeleti galériájában. A gyűrű, ami nevében is sejteti az egyetemi létre való finom utalást, a viselőinek pedig komoly felelősséget jelent. Ez az a díj, ami a legnagyobb elismerésnek számít a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium pályázatának kiállítói között. Mindig van egy külsős zsűri, akit meghívnak, ennek vagyok én az egyik tagja. És hát azt látom, hogy ez egy tulajdonképpen egy universitás gyűrű, a fődíj, amit az iskola vezetősége korábbi években alapított. Azon elgondolásból, hogy hallottam a kollégáktól, hogy olyan művek létrehozására inspirálja a diákokat, amelyek már akár egyetemi szintűek is lehetnek. És hát ennek az elgondolásnak a mentén álltunk neki a zsűrinek. Tulajdonképpen Magyarország két legjelentősebb művészette képzésével foglalkozó egyeteméről jöttünk, a Magyar Képzőművészeti Egyetemről, illetve az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem művészeti képzésének az intézet igazgatója van jelen, és hát nekiálltunk ennek a kiállításnak az áttekintésére és a legjobb művek kiválasztására. A közel 20. alkalommal megrendezett pályázati kiállítás elismert lehetőség a diákok között. Éppen ezért minden évben gazdag anyaggal jelentkeznek. Közel 80 alkotás található a kiállítótérben. Egy áprilistól áprilisig terjedő egy év szakmai anyagát foglalja össze. A diákok pályázhatnak szakórán készült alkotásokkal, illetve szakórán kívüli alkotásokkal is. Egy a lényeg, hogy legyen egy mentor tanár mögötte, akivel folyamatosan konzultálnak, és együtt jussanak arra a konklúzióra, hogy kiállítás érett lett a pályamű, és beadható. A képzőművészettel, iparművészettel foglalkozóknak mindig az a legnagyobb megmérettetés, amikor a nézővel találkozik a gondolat. Képzőművészeti kategóriában az elismerő gyűrűt Barnai Viktória kapta, aki önmagát jelenítette meg alkotásában. Szerettem volna egy olyan portrét csinálni, ami tényleg személyes, és ez leginkább ugye önmagam által jött össze. Nagyon sok munka volt vele, és nagyon tényleg sok mindent kellett csinálnom, szóval tényleg nagyon hálás vagyok érte. Iparművészeti kategóriában pedig az Universitas gyűrű boldog tulajdonosa Jaskó Emőke lett, aki a Peti a kis elefánt történetét ismertető könyv illusztrációját készítette el. Az iskolát megkereste egy írónő, Szigetfalvi Erika, hogy egy gyerekkel, diákkal szeretné illusztráltatni a könyvét, és a tanárok engem ajánlottak be, szóval így én csináltam meg, és nagyon komplex, ilyen hosszú távú folyamat volt, szerkesztéssel, illusztrálással, mindennel. Iparművészeti kategóriában első helyezést ért el Gyuris Laura, a második Ladányi Kitti, a harmadik pedig Lukács Viktória lett. Képzőművészeti kategóriában első lett Kolozsvári Diana, második Molnár Csilla Bíborka, harmadik Babják Nóra.
28 pontos győzelmet aratott a Vasas Akadémia ellen a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. Smeri Mehmedovics együttese az NB1B piros csoport 5.-8. helyéért kiírt kuparendszerű párharc első mérkőzésén 92-64-re verte a fővárosiakat. A visszavágót vasárnap rendezik Budapesten. A MAFC elleni harmadik mérkőzésen megsérült Busz Iván és Szobi Dániel nélkül lépett pályára Nyíregyháza a Cegléddel szemben két meccsen alulmaradó Vasas Akadémia ellen. Az első negyedet 16 ponttal nyerte a házigazda, a második 10 perc pedig 2 ponttal a vendégeké lett. Fordulás után is maradt a két csapat között a 15 pont körüli különbség, a kékcápáknak minden vasas kosára volt válaszuk. A mérkőzés hajrájában aztán sorra hullottak be a nyíregyházi dobások, így a végére alakult ki a legnagyobb különbség, a kuparendszerű párharc első felvonását 28 ponttal nyerte Merin Mehmedovics együttese. Nem volt sok idő, ha felkészülünk erre a meccsre, de az, amit készültünk régi Vasas meccsre, jó jött, mert a Vasas nem változott semmi taktikailag, fiatal csapat, agresszív csapat. Mi ezt az agresszivitást kihasználtunk magunkról, és végül is ők elfáradt a saját taktika alapján. Kaptam az, amit vártam, mert Mocvecs után megbeszéltünk, profik vagyunk, van még feladatunk, amit csinálni kell, sokkal jobb ötödik lenni, mint nyolcadik, hatodik, és még az a játékosok, akik kevesebb játszottak, és most rólunk is kell gondolkodni, hogy kapja a lehetőség, és szépen befejezünk ezt a második rész, ahol nagyon jól játszottunk. Mindenki adta minden, amit tud. Én remélem, hogy a sérült játékosok vissza fogják jönni. Következő vasárra megoldani kell ez az előnybe vasás, és akkor utána ki lesz a következő, nem tudom még. A mezőny legeredményesebb játékosa Bonifert Bendegúz volt, aki 24 ponttal és 10 lepattanóval járult hozzá a nyíregyházi csapat győzelméhez. Nyilván mindig győzni akarunk, de nem könnyű így felkészülni, hogyha két irányítót hiányzik a keretből, illetve a csapatkapitányod. Nyilván regeneráción volt, főleg a hangsúly, szerdán játszottunk, már vasárnap megint, úgyhogy próbáltunk magunkra fókuszálni, igazából nem is annyira törődtünk úgymond a Vasassal, hogy nem azt néztük, hogy ők mit csinálnak, hanem magunkkal foglalkoztunk, hogy mi, akik maradtunk, rendben legyünk fizikailag, és össze tudjuk kapni magunkat, és komolyan venni ezt az 5-8. Helyig, mert nyilván sportemberek vagyunk, és nem adunk fel semmit. Büszke is voltam a fiúkra, hogy nem az volt, hogy jó, most már csak 5-8. Játszunk, aztán nekik esünk, és lesz, ami lesz, hanem tényleg mindenki, aki pályára lépett, nagyon ment, harcolt, küzdött, mint védekezésben, mint támadásban, és ki is jött a jó eredmény. A visszavágót vasárnap rendezik Budapesten. Nyíregyházi győzelem, vagy 28 pontnál kisebb vereség esetén a két cápák jutnak tovább. A másik ág első mérkőzésén a BKG Prima Akadémia idegenben 109-74-re verte a TF Budapestet. Egy pontot szerzett a Ferencváros otthonában a kisvárdai futballcsapat. Feckó Tamás együttese az NB1 29. fordulójában 0-0-ás döntetlent játszott az Üllői úton. A további eredmények a következők: Puskás Akadémia Paks 5-0, DVTK DVSC 5-3, Kecskemét Mezőkövest 2-1, Fehérvár FC Zalaegerszeg 1-1 és Újpest MTK Budapest 1-2. A tabella élén a már bajnok Ferencváros áll 65 ponttal, megelőzve az egyaránt 50 pontos Fehérvárt és Paksot. A 25 ponttal 11. kisvárda vasárnap a Fehérvár FC-t fogadja. A várdaiak kedden a Magyar Kupa elődöntőjében Pakson lépnek pályára. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. A tartalékos haderő fejlesztésének fontosságáról is szólt a honvédelmi miniszter a Nyíregyházi Egyetemen tartott kulturális rendezvényen. Az eseményt a Battai Antal II. Területvédelmi Ezred Honvédelmi Oktatási és Kulturális Központja, a Magyar Huszár Alapítványa közösen szervezte. A rendezvény egyik kiemelt programja a Honvéd férfikar koncertje volt.
Szakmai konferenciát rendeztek Nyíregyházán a mély szegénységben élő csoportokkal foglalkozó szakemberek számára. Az esemény célja a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű személyeket, csoportokat képviselő vagy velük rendszeres kapcsolatban álló szakembereknek a támogatása, probléma a kezelési eszköztáruk bővítése. Idén is közönségszavazáson dől el, melyik kerékpárút lesz az év kedvence. Erre a mintegy 50 km hosszúságú beregi körnek is esélye van. Az útvonal többek között érinti Gergely-Ugornyát, Tákos, Csarodát, Tivadart és Gulácsot is. A pályázat célja, hogy minél több vonzó bringás helyszínt tegyen ismerté, és emiatt többen üljenek biciklire, hogy aktívan fedezzék fel hazánk tájait. Szavazni az Aktív Magyarország program közösségi oldalán lehetséges. Április 22-én hétfőn a Kölcsei Televízió híradóját látták, jön az időjárás jelentés, friss hírekkel pedig holnap este is várjuk majd Önöket. Nézzenek minket akkor is, viszontlátásra! Kedden keleten délutántól megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, késő délutántól estétől dél felől egyre több felé várható eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Az északkeleti-keleti, valamint az északira forduló szél megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 18 fok körül alakul.